ennek a kormányzati ciklusnak a kezdetén az országgyűlésnek és a kormánynak is kifejezett célja volt az, hogy lehetővé tegye, hogy a városban lakók is jó minőségű és a termelőtől közvetlenül származó termékeket vásárolhassanak, és ez irányban több törvénymódosítást kezdeményezett mind a képviselőtársai, mind a vidékfejlesztési miniszter. Ezt az országgyűlés jóvá hagyta, és tulajdonképpen ezzel tette lehetővé, hogy itt a Józsefvárosban is termelői piac nyílhasson. Tavaly évben, amikor júniusban megnyitottuk ezt a piacot, akkor már az elején egyértelmű vált, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt a részünkről. Nem volt kérdés az, hogy márciusban ezt folytatni kell, ezt a megkezdett hagyományt. Hála a törvényi háttérnek most már sokkal egyszerűbb egyébként egy ilyen termelői piacot létrehozni, úgyhogy nem volt más dolgunk, mint a megfelelő infrastruktúrát ide szervezni és az árusokat ide csábítani. A vevők már jöttek maguktól, ez már egyértelműen látszott az elejétől kezdve, hogy van igény egy ilyen termelői piacra.